Nagy szeretettel üdvözlöm körünkben Csáky Pál Európa Parlamenti képviselő urat. És Boráros Imre Kossuth Díjas színművészt. Akinek át is adnám a szót. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Engedjék meg, hogy egy fohásszal indítsam a beszélgetésünket. A felvidéki magyarok litániája Gágyar József tanár úr írása. Mennybéli Atyaisten, irgalmazd mi nékünk, megváltó Fiúisten, irgalmazd mi nékünk, Szentlélek Úristen, irgalmazd mi nékünk, hogy nekünk nyomorult a nemzet töredéknek megbocsátani méltóztassál, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy országunk vezetőinek irántunk jó szívet adni méltóztassál, kérünk téged, hallgass meg minket, hogy a szlovák és a magyar népnek békességet adni méltóztassál, kérünk téged, hallgass meg minket. Szentséges Szűz Mária, Istennek szent anyja, könyörögj érettünk, békesség királynéja, könyörögj érettünk, emberi méltóságunk sárba tiprásától ments meg, Uram, minket, a kényszer munkáról való elhurcolástól ments meg, Uram, minket, a reszlovakizációtól ments meg, Uram, minket, a szülőföldünkről való kitelepítéstől ments meg, Uram, minket, az állampolgárság megvonásától ments meg, Uram, minket, az erőszakos asszimilációtól ments meg, Uram, minket, a történelem hamisítóktól ments meg, Uram, minket, a hontalanság keserű érzésétől ments meg, Uram, minket, a sovinizmus megnyilvánulásaitól ments meg, Uram, minket, a kollektív bűnösség vágyától ments meg, Uram, minket, a megaláztatásoktól ments meg, Uram, minket, a reciprocitás elveinek embertelen érvényesítésétől ments meg, Uram, minket, az alternatív oktatás bevezetésétől ments meg, Uram, minket, a közigazgatás új területi felosztásától ments meg, Uram, minket, az akció ötösök aljas tevékenységétől ments meg, Uram, minket, a falutábla rongálóktól ments meg, Uram, minket, a nyelvrendőrségtől ments meg, Uram, minket, a nyelvi jobbágyságtól ments meg, Uram, minket, az etnikai tisztogatástól ments meg, Uram, minket, a Duna túlsó oldalára vagy a Dunába küldözgetőktől ments meg, Uram, minket, a szlovák nemzetállam ügybuzgó szószólóitól ments meg, Uram, minket, a magyar beszédünkért szóval vagy tettleg is bántalmazóktól ments meg, Uram, minket, az átkos széthúzástól ments meg, Uram, minket, a janicsárok vakbuzgóságától ments meg, Uram, minket, Júdássá vált véreinktől ments meg, Uram, minket, Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, Krisztus, hallgass meg minket, Krisztus, hallgass meg minket. Köszönöm szépen. Amen. A szervezők a lelkemre kötötték, hogy 60 percbe férjünk bele, tekintettel arra, hogy egy politikus és egy színművész ül mellettem, ez egy elég megterhelő feladat lesz, de igyekszünk. A technikai részhez még annyit, hogy kérdésekre majd a végén adunk teret, illetve sorsolásra fog a végén sor kerülni, ajándéktárgyak lesznek kisorsolva majd az előadás végén. De vágjunk is tehát a közepébe. Az előadásnak a címe Hit és hűség. Személy szerint nekem többször volt alkalmam megtekinteni, egy fantasztikus darab, amelynek Csáky Pál a szerzője, és Boráros Imre a rendezője, és egyben a férfi főszerepet is ő játssza a darabban. Az első kérdésem a kezdetekről szól, tehát mikor íródott a darab, és mi ihlette a szerzőt, illetve mikor alakult a Boráros Imre Színház, és hogyan alakult ki ez az együttműködés? Tisztelettel köszöntöm én is, hölgyeim és uraim, mindannyiukat. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy ma este vagy ma délután itt találkozhatunk. Arról az utolsó 5 percről annyit szeretnék elmondani, hogy miután egy színpadi darabról beszélünk, de a darabot talán néhányan nem látták,
könyvformába itt megvan, amit én tisztelettel ajándékként nyújtok át majd azoknak, aki érdeklődik. Tehát aki a könyvet szeretné, az mindenki kaphat belőle tisztelettpéldányt, illetőleg aztán hoztunk ajándéktárgyakat, amelyeket majd sorsolni fogunk a végén az utolsó 5 percben. A darab úgy jött össze, hogy már korábban foglalkoztatott engem egy olyan kérdés, hogy többen a szlovák írók, történészek közül írnak a szlovák társadalom problémáiról. Ladislav Balek, aki ugyanúgy ifjúságon született, mint én, ír több regényében arról, hogy milyen nehéz volt a Dél-Szlovákiába beküldött, betelepülő szlovákok beilleszkedése. Ugyanakkor magyar oldalról nem igazán jelent meg ezzel kapcsolatos ellentételtet. Nem igazán írtuk le átfogó módon azt, hogy viszont az itt élő magyarok hogy élték meg az elmúlt 100 évet például. Az lényegében 5-6 generáció kérdése, témája. És én erre fogtam magam és megírtam ezt egy regény formájában, a regény címe a Pacsirta éneke. Amikor azt a könyvet bemutattuk, ez az És eljött az angyal című kiadványban jelent meg ez a regény, 5 egyéb novella társaságában. A komáromi könyvbemutatón megtisztelt engem Boráros Imre színművész úr azzal, hogy felolvasott ebből a könyvből részleteket, és utána kezdtünk el arról beszélgetni, hogy bár a könyv jó dolog, hogy megjelent, de azért mégiscsak valahogy módon közelebb kellene vinni az emberekhez ezt a témát. És tehát az ötletgazda az itt ül mellettem, Boráros Imre, akit én két síkon is nagyon szeretek és tisztelek, az egyik a művészete okán, a másik pedig az, hogy a Boráros Imre, mint színész egyéniség, soha nem elégedett meg csupán azokkal a szerepekkel és azzal a szerepvállalással, amit a színházban vagy a színházakban végzett, illetőleg amit a színházak kínáltak számára. Ő mindig is pluszba is játszott olyan monodrámákat, vagy én nem tudom, vers összeállításokat állított össze, és ezekkel járta a vidéket, amelyek nemzeti szempontból is és közösségi szempontból is nagyon fontosak voltak, és megpróbálták ezt a közösséget valamilyen módon gondolkodásra bírni. A Dózsára máig emlékszem, tehát legendás, de felvállalta az Eszterházi monodrámát, felvállalta a Mindszenty monodrámát, és hát nem sorolom végig, örök közül bizonyára szintén sokan látták ezeket a darabokat. Én úgy gondolom, hogy ez egy misszió is Boráros Imre részéről, és miután ő javasolta azt, hogy a Pacsirta énekét próbáljuk meg átírni az ő felkerése alapján monodrámává, én körülbelül 2 évvel ezelőtt elkezdtem ezen gondolkodni, kezdtem ezen dolgozni, és valahogy oda jutottam, hogy a monodráma egy jó műfaj talán, de lehet, hogy ebben az esetben okosabb lenne egy kamaradarabot írni 3 személyre. Tehát az a darab, amiről most beszélünk, a Hit és hűség, amelynek az előszövege a Pacsirta éneke című regény, vagy kisregény, az formálisan 6 generáció életét mutatja be, tehát lényegében egy családregény, egy családtörténet, ahol a regénybe le van írva, illetőleg a színpadon a férfi és a nő, tehát Petrics Anna és Boráros Imre, eljátsszák azt annak a 6 generációnak a történetét rövidítve, sűrítve, amely az elmúlt 100 évben végigírte a felvidéki magyar történetet itt nálunk. És miután én úgy gondoltam, hogy ha már ezt játsszuk, akkor talán jó lenne megszólítani vele a napjaink fiatalabb generációját is. A színpadra beírtam egy ellenpontot, egy fiatal embert, tehát ő a 3. szereplő, aki nézi a kettőnek a játékát, próbálja megérteni azt, hogy mind mentek keresztül, mi voltak azok a kulcsfontosságú történések, amelyek az ő életüket befolyásolták. Kezdődik az egész a monarchiában, folytatódik az első világháború utáni széthullás idején, az első csehszlovák köztársaságban, a második világháború idején, a második világháború utáni megpróbáltatások idején, az 50-es évek, 60-as évek, 70-es évek, és 1989 reményteljes időszakával végződik. Ezzel talán azt is mondtam, vagy kimondatlanul jeleztem, hogy szeretném, hogy a folytatását is megírni a 89 utáni történetet, de az egy másik sztori lesz.
és úgy néz ki, hogy ez a fajta dramaturgiai megoldás, hogy a két főszereplő eljátsza az idősíkokat, eljátsza a felvidéki magyarság legfontosabb történéseit, illetőleg a felvidéki magyarságot ért legnagyobb kihívásokat az elmúlt évszázadban. A fiatal generáció pedig kérdez, vitatkozik, veszekszik, próbálja befogadni, próbálja megérteni, és talán az egész hat-hat kifelé az emberekre, a közönségre úgy, hogy ez inspiráló lehet. Tehát úgy néz ki, hogy nekem nincs áttekintésem arról, hogy a Pacsirta Éneke című kisregényt hány ember olvasta el. Körülbelül 2500 kötet elfogyott belőle, de hogy mennyien olvastak bele, azt nem tudom. Viszont arról van többé-kevésbé áttekintésünk, hogy az eddigi 25 előadást több mint 2000 ember látta. Tehát ez már mindenképpen egy olyan szám, amivel érdemes foglalkozni, és én befejezésül, legalábbis erre a kérdésre adandó válaszként befejezésül úgy gondolom, hogy szerintem még egy 15-20-25 előadás ebben a darabban benne van, tehát valószínűleg az Imrék folytatni fogják az ősszel is, ami már biztos augusztus 22-én Zselízen, ugye 23-án Nagykaposon, ősszel Bécsben és számos helyeken még, tehát én szurkolok nekik, hogy minél több helyre jusson el ez a darab. És aztán, hogy milyen volt a darab fogadtatása, azt talán mondja az Imre, mert te élted végig az egészet. Hát én is picit arról szeretnék mondani pár mondatot, gondolatot, hogy valóban, amikor elolvastam a könyvet, az volt az érzésem, hogy egyáltalán a téma nagyon közel áll hozzám, képes vagyok valamit mondani, van véleményem, valami kevés világlátásom ezzel a kapcsolatban, és ilyenkor a színész, az előadó úgy érzi, hogy a valami, ahogy te is említetted, valami pluszt, ugye, az ő megélt, vagy látott, vagy olvasott valami gondolatait belesűríteni az adott anyagba. Hát ugye a monarchiával kezdjük, ha az ember utána nézze, bizonyára nekünk is lenne valami leszármazottunk a monarchiával. Ellenben az első világháborúból már páromnak, Petrécs Annának, Őrsújfalon volt egy István bácsi, aki végigélte, végigharcolta az első és a második világháborút, képzeld el? Doberdónál volt, orosz fogságban, nem tudom, vagy 4 évig, fantasztikus valami volt, és én azért szeretem ezeket az embereket, mert meséltetem, és ő nagyon szívesen és szeretett is mesélni, hogy amit az ember nem élt át, és amit én nem olvastam, mert hát ugye, aki ott volt, szóval teljesen más képet kapott az ilyen dolgokról, tehát ezek a bizonyos stációk, képek, időszakok, ami a könyvben, majd a színpadon is benne volt, próbáltuk belsűríteni azt. Ugye aztán jönnek a második világháború, amivel bizony közelebb áll hozzánk, hát a kitelepítésről ne is beszéljünk. Ugye, mert az ember mondhatná, hogy majdnem minden családot érintett, akár leszáll nagyszülők, vagy annak ismerősei, rokonai, stb. Hát a mi két családunkat ugyanúgy. Pannikának az anyukája, aki gútai születésű, egész utcákat vittek ki pappal együtt. Úgyhogy az embernek ezek is olyan motoszkálnak az ember fejében, hogy amit majd gondolom én a próbák folyamán, hogy amit majd bele akarok tenni, sűríteni. Ellenben annyit mondok neked, hogy ez egy, hát nem tudom, az a főnöknek köszönhetően ott fönn, az Istennek köszönhetően, hogyha én bármihez hozzáfogtam, az első olvasáskor, ami megfogta, megragadta a figyelmemet, én láttam a végeredményt. Ez nem azt jelenti, hogy én most a jobbra fogok bordulni, vagy balra, hogy mi lesz a díszlet meg a kosztüm, hanem azt, hogy milyen hatást kell, hogy elérjen ez. Mennyire tudja megérinteni a közönséget, és mi, ugye mondtam az első találkozásunkkor majdnem, és ennek szellemében folytak majd később a beszélgetéseink, hogy az ember mindig jött egy új ötlettel, és persze, hát ehhez a szerző, Csáki úr kitalált vetítéseket is, ugye különböző konkrét dolgokat, majd zenei aláfestések is voltak, javarészt maradt, párat mi sűrítettünk bele, ami Annának, Petrécs Annának köszönhetően neki, aki nagyon nagy segítség számomra, sokat tud segíteni, és hát ugye ilyen a pár személyes, pár egy szólóban, kettő, három személyes valamiben, te is tudod, hogy az ember próbálja úgy megoldani egy díszletet, kosztümöt, minden, ami egyszerű, nagyszerű, és ami szállítható, ugye, mert hát nálunk
nem olyan színház vagyunk, hogy van egy technikai busz, ami a nagy, nem tudom, a monumentális díszleteket képes elszállítani, és hát végül is megoldottuk. Nagyon-nagyon jó jelzett valamivel, kevés a női szereplő különböző egyszerű és nagyszerű ruhákkal, én kalapokkal, sálakkal, sapkákkal, és valóban azt a kort én úgy érzem, hogy nagyon elfogadhatóan tükrözte és adta vissza. Visszatérve ahhoz, hogy a közönség, hát ezt merem bátran mondani és állítani, hogy a közönségünket az előadásokon nem kellett megszervezni. Nem kellett klakkot, meg nem tudom lefizetni embereket, hogy tapsoljanak, és csak azért is, mert így van, majd sikere, meg beráncigálni a közönséget, nem volt erre szükség. Az a közönség, aki ezt megnézte, ezt az előadást, úgy érezte is, és én is úgy érzem a mai napig, hogy ez a mi örökségünk. Ez nekünk egyszerűen, nem azt mondom, hogy minden nap erről beszélünk, de hogy megfeledkezni, elfelejteni nem szabad, az biztos. Mert ez bennünk él, ha nem bennünk, bennem konkrétan, akkor az őseimben, vagy azoknak az őseiben, a nagyapámban, aki megélte azt a háborút. És ez tovább-tovább én úgy érzem, hogy nekem ezt igen vinni kell, ez az én földi szolgálatom. És az a közönség, aki lennült, az nem, hogy nem csak hogy tapsolt, hanem hogy jól érezte, így úgy érezte magát, hanem mert megélte, mert ugyanúgy láttam, bocsánat, jó hangos, hogy ugyanúgy láttam könnyező szemeket, és a végén az a taps, az nem volt megfizetve és megtervezve, hanem az őszinte volt, és elragadtatóan az, hogy az a köszönet, hogy mi azt az estet, azt a valamit képesek voltunk elvinni, átadni, odaadni, közösen ezzel a nézőtömeggel karöltve, vagy átölelve együtt megélni azt a bizonyos egy órát, ez így volt. És még annyit tennék hozzá, hogy valóban a diák közönség volt pár előadás. Komáromban volt a diák előadásunk, Szerdahelyen volt, ahol ilyen nemzetközi Magyarországon is voltak, meg Erdélyből fiatalok. Majd volt Ipolyságon, és Királyhelmecen volt, ami hát nagyon kellemes emlék, mert olyan a fegyelmezete diák közönséget én már rég nem láttam. És nem az, hogy az gyerekek nem értettek, mert az ember ilyenkor ugye nekem van alkalma arra, hogy egy-egy szöveget, egy-egy valamit, amit én el akarok mondani valakinek a szemébe mondom, mert és láttam a gyerekekkel, hogy valóban értelmes, csillogó tekintettel néztek a színfalt vele, és nem bambultak, és nem pókot kerestek a falon. Tehát egy valami olyan csodálatos érzés, és ilyenkor úgy érzi az ember, hogy érdemes volt. Érdemes ezt csinálni, mert igenis nekünk erre szükségünk van, és ezt valóban látni kell, mert ez a mi történelmünk. És hát ilyenkor az ember, nem akarok nagy szavakat mondani, mindig oda jutok, ez moduszkál a fejemben, mint a költő mondta, hogy a fáklyát tovább kell vinni, és ugye nem szabad hagyni, hogy a láng kialudjon, mert a diák előadásokon azt tapasztaltam, hogy a diákság vajmi keveset tud ezekről a dolgokról. Most nem akarok ezzel szórakozni és poénkodni, hát el tudnék mondani egy-két dolgot ellen, mert az egyik legkirívóbb valami volt, hogy az előadás után volt egy beszélgetés, és egy kislány fölállt, és azt mondta, hogy ő nem is tudta idáig, hogy volt Csehszlovákia. Ő csak úgy tudta, hogy van Csehország és van Szlovákia. Hát mondom, ilyen nincs. Van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen, szó esett itt arról, hogy ez egy megindító és megrendítő mű. Szó esett arról, hogy hogyan alakult. Egy kérdésem marad a kezdetekhez. Miért pont hit és hűség? Az igazság az, hogy amikor, ugye most 2015 júliusa van, 2014 április végén mutattátok be. 2013 júniusában volt az a bizonyos könyvbemutató, és előtt az Angyal című kötet bemutatója Komáromban, amikor Imre először mondta nekem, hogy valamit ezzel lehetne kezdeni. Most egy kicsit hátradőlök, hogy az Imre háttal mögött mondjam, hogy ne figyeljen ide. Én azt mondtam, hogy hát színművészeknél, meg a művészeknél van ilyen, hogy föllángolnak.
mi magyarok is olyanok vagyunk, mondják rólunk, hogy olyan lángoló típus, aztán majd elalszik ez. Tehát én azt mondtam önmagamnak 2013 újságban morálisig rá a veget, ugyan már nem lesz ebből semmi, nagyon kedves és tiszteletre méltó, hogy az Imre ebben látott valamit, de szerintem azért ez nem akkora hal, tehát én nem fogok vele foglalkozni, nem csináltam semmit szeptemberig. Elment közel 3 hónap, találkozok az Imrével, és az Imre első kérdése, hogy megvan a szövegkönyv. Húha, mondom, baj van, ezt komolyan gondolja. És akkor úgy november végére összeraktam, és akkor eléggé nekifeküdtem, és azt hiszem december elején találkoztunk egy rendezvényen, Imrének volt egy bemutatója Pozsonyban, és a bemutató után azt mondtam, hogy na figyelj ide, ha te még mindig gondolod, hogy ebből lehetne valami, akkor ezt nézd meg, odaadtam neki a szövegkönyv első változatát. És ez... Egy-kettő. Odaadtam neki a szövegkönyv első változatát, ez egy bizonyos szerdai napon történt, este talán 9:45, 9:50. Elköszöntünk egymástól, én mentem nyugodtan haza, na mondom, ugyanúgy, mint ahogy szoktam, egy nagyot alszom. Reggel 7:12 megnéztem az órát, telefon, Boráros Imre hív. És azt mondja, hogy elolvastam, ez az, megcsináljuk. Tehát azon az éjjelen az Imre nekifeküdt, és nem tudom, eddig hajnali 3-4-ig olvasta. És az én részemről javasolt cím az a Pacsirta éneke volt, tehát ezt férfiasan bevallom, hogy ugyanolyan címe menjen, mint a kisregény. Aztán kezdtünk gondolkodni rajta, hogy ez nem biztos, hogy jó, hogy átfedi egymást, és volt néhány javaslat, a Hit és hűséget az Imrék javasolták. Ugye aki megnézi a darabot, és belegondol abba egyáltalán, hogy egy több mint 500 000 nemzettöredék, azok után, amin keresztül mentünk az elmúlt évszázadban, megmaradt, itt van és jövőt kér magának, ahhoz minimum 2 dolog kell, ugye? Hit és hűség önmagunkhoz, hűség a nemzethez, a nyelvhez, a szülőföldhez, a kultúrához. És valahogy így adta magát eléggé szerves módon ez a cím, ennél maradtunk, az Imrék javaslata volt a végső cím. Meg hozzátennék ennyit, hogy én úgy érzem, hogy mind a ketten a valamikor a valami mellett kiálltunk, és emellett a mai napig tartjuk a szavunkat, kitartunk, nem váltogatjuk a kabátunkat, és ebben is ott van a hit és hűség. És úgy gondolom, hogy az első összeállításom, amelyik még Kassán történt Táliában, szóval 73-74-ben két kolléganőmmel különböző összeállításaink voltak, és valamikor én nem tudom, hát hogy honnan jött, mindegy, nekem... Nem tudom, hát én úgy érzem, hogy ez az én feladatom, hogy valóban olyan verseket válogattunk és kerestünk, amelyik végül ezt a központi gondolatot mutatják, mondják, hogy a vállalás, a hovatartozás, a magyarság tudat. Ugye, mert hát abban az időben pláne ez volt, mikor az embernek jóformára, hogy a március 15-én nem lehetett elénekelni a magyar himnusz, hát akkor az ember valahol a lelkében, meggyújtották a gyertyát, de valahol lelkében ott énekelte mindenki, de elénekelte. Hát ezek ilyen időszakok voltak is, hát azért gondolom, hogy ez igen, ez a hit és hűség, ez. Hogy aztán mondtad, hogy tovább kell valamikor írni az egészet. Én is úgy érzem, hogy az, ami befejeződik a darab, befejeződik a bársonyos forradalommal, hogy utána mi, akik benne élünk, akik azóta is nap mint nap érezzünk, hogy hol a jó, hol a rosszabbik hatását, azt tudjuk, hogy mi jött ezután. De ha megengeditek, itt felolvasnék egy verset, amely ilyen címmel, velünk mi lesz magyarokkal. Rügyet fakasztó tavaszi fényében csehek, szlovákok új utak felé indultak, legyen egyenlő részben ezentúl a jog mindkét nemzeté. Trónra emelni az igazságot, segítjük őket mi is okkal, de ne felejtjék a családot. Velünk mi lesz magyarokkal? Mi együtt sírtunk, együtt daloltunk, egyformán voltunk, koldus üldözött.
Egy ezred évig tobzódtak rajtunk, s hoztak ránk törvényt zárt ajtók mögött. Népünk alkotta, új törvényt várunk, korunkhoz méltó tartalommal. Hadd olvashassa minden társunk, hogy velünk mi lesz magyarokkal. Mi itt születtünk ezen a földön, szeretnénk végre otthonra lelni. Minket ne sújtson már bosszú kölcsön, a gyalázatnak véget kell vetni. Félmillióan s néhány százezren szólaljunk meg mind egy torokkal, hogy hangunktól az ország zengjen velünk mi lesz magyarokkal. Szomszéd népeknek közös sorsáról a Duna és az Olt mondott mesét, intőn hangzott el Adi ajkáról, fogjuk meg egymás kinyújtott kezét. Találkozzunk a nagy barikádon, közös eszmével és jogokkal, és nem kell majd, hogy e kérdés fájjon velünk, mi lesz magyarokkal. Az útporában őseink teste, magyar testvér és sok szlovák rokon. Hanvaik közt nem húzódik mesdje, egyenlők ők az ősi birtokon. Legyünk egyenlők mi is, kik élünk, közös szent céllal és jogokkal. Épp ezért erre választ kérünk. Velünk mi lesz magyarokkal? Csak annyit még adalékként, hogy az a bizonyos folytatás más dimenziókban, más koordináták között elkészült. Tehát az a könyv, amit én most föl tudok ajánlani önöknek tisztelet példányként, az a múlt év végén jelent meg, az egy drámakötet, 6 darabot tartalmaz, és a Hit és hűség is benne van, de a nyitó darabja, a címadó darabja az Ördögtánc. És az a rendszerváltás sztoria. Az egy több szereplős, hiszen 8 vagy 9 szereplőre írt klasszikus, kétfelvonásos színpadi játék. Az első felvonás a 80-as években még a Szociban, és a második felvonás ugyanazokkal a szereplőkkel a 90-es években, már az úgymond rendszerváltás után. Zsocsi csináltam én nagyon más, csak leírtam azt, amit látok magam körül, meg amit láttam magunk körül. Úgyhogy ha netán kedvük van és esetleg beleolvasnak, elolvassák, akkor talán lehet vele vitatkozni, lehet fölötte gondolkodni. De úgy gondolom, hogy eléggé hűképe annak, amin keresztül mentünk. És kicsit mutatja azt, hogy messze nem úgy történtek a dolgok, mint ahogy annak idején megálmodtunk. A fiatal generáció említetted ugye, hogy ők nem is tudnak nagyon a volt Csehszlovákiáról, nem tudnak sokat a volt szocialista vagy kommunista rendszerről. Én azt mondom, hogy hála Istennek, örökké ugye nem lehet ennél leragadni, mint ahogy megfeledkezni sem szabad róla, teljesen egyetértünk. Nekik most már más problémákat hoz a világ és produkál a világ, és sajnos nem egyszerűbb ez a világ sem, mint amelyben mi éltünk mi a 80-as vagy 70-es években. De mindenképpen ezeket a folyamatokat azért át kell gondolni. És abban a drámakötetben, amiről beszélek, összesen 6 darab van. Tehát van egy olyan darab is, a Sziget című, az az utolsó darab a kötetben, amelyik a felvidéki magyarság, magyarságot ért manipulációkról szól. Tehát az, hogy milyen körülmények közé kerültünk, és hogyan nem vagyunk itthon, sem itt, mert itt nem fogadnak el, sem ott, mert oda meg már nem nagyon tartozunk Magyarországhoz. Tehát a Sziget arról szól, hogy van egy szép este, báli ruhákkal, mindenki vigadozik, ez a monarchia vége, egyszer csak éjfél körül egy földrengés van, mindenki nagyon megijedt, hogy mi történt, és közben kiderült, hogy az a rész, az a föld darab, ahol ez történik, az a leválik a szárazföld egy részéről, és a tektonikus mozgások benyomják őt a tenger közepébe, de nem kerül át a másik oldalra sem, tehát a két part között valami kis sziget lesz, és én váltig úgy gondolom, hogy ez a mi felvidéki magyar közösségünk kicsit ilyen helyzetben van. És akkor rádöbbennek arra, hogy nekik azért meg kell élni valahogy ezen a szigeten, megpróbálják az életüket valamilyen módon megszervezni, de az egyik fél is valamilyen módon
vagy kapcsolatokat épít hozzájuk, vagy megtagadja őket, lásd Magyarország az elmúlt 100 évben, a másik fél pedig megpróbálja bedarálni őket és eltüntetni őket, mint bűnjel, lásd a volt Csehszlovákia, vagy a jelenlegi Szlovákia az elmúlt 100 évben, vagy Szlovákia, vagy az elmúlt 20-néhány évben. Tehát én úgy gondolom, hogy sok minden lehet mondani, esetleg ezekről a darabokról, sok mindent lehet mondani a többi leírt darabról is, egy dolog talán nem kétséges. Felvidék, és ebbe talán ez novum. Felvidéki magyar ember írta, felvidéki magyarokról, felvidéki magyaroknak. Ebből ilyen szempontból nincs több. És ilyen szempontból talán számomra nagyon megtisztelő volt, én nem vettem részt mind a 25 előadáson, mert objektív okok miatt ez nem történhetett meg, még Imreiknek objektív okok miatt ott kellett lenniük mind a 25-ön. Talán ők is elmondhatják, hogy valóban olyan előadás nem volt, ahol legalább két perces taps ne lett volna, a legtöbb helyen álló taps volt, több perces. És utána kisírt szemű emberek jöttek oda és mondták, hogy találtam meg magam, benne, vagy hogy találtam meg a szüleimet, a nagyszüleimet, valahol minden felvidéki magyart megérint, mert mindannyiunk története. A hit és hűség is, meg talán a többiek is. És érdekes, hogy ez a siker nem csak itt nálunk a felvidéken, hanem volt szerencsénk, hogy a Magyarországon több helyen is előadni az előadást. Voltunk Brüsszelben az előadással, és valóban, ezt most nem sértisként mondom, de a Csáki képviselő úr mondjuk nincs képben annyira, engem se ismernek annyira, de az előadás mégis olyan hatással volt, ennek ellenére az, amit láttok, amit hallottok, amit történik. Hogyha volt egy-két, nem tudom melyik helyen volt egy hölgy, utána jött és ő könnyes szemmel mondta, hogy azt mondja, elképzelni nem tudta volna, hogy ennyi mindenen átment a felvidéki ember. Hát ami megtörtént vele. Hát egyikből ki a másikba be. De ugyanez volt például, nem? Hát mit kell mondani, aki valamikor a háborúban hazajött, az beleesett a koncepciós perbe, ugyanúgy elvitték. Itt megmenekült, ott fagyott meg, vagy ott halt meg, itt az Alföldön. Ugyanezt voltunk képesek is, hát az ember, én legalábbis, mint előadó, úgy érzem, hogy az a szituáció, mert itt az ember nem szöveget mond végül is. Mi megérik a próbák és az előadások folyamán, és úgy érzem, hogy van mondani valóm, és azt szeretném belesűríteni abba, amit elmondok, az valóban olyan hatással is lesz az emberekre, a közönségre. És gondolom, hogy ettől jó valami, ha jó, hogy az úgy tűnik, hogy ott születik. Ennyi. Szó esett itt a hatásról, hogy milyen hatásokat váltott ki a néző közönségben ez a darab. Én azt szeretném megkérdezni, hogy látván ezt a darabot, a szerző mi az, ami a legjobban megérinti a szerzőt, és eljátszván a darabot, mi az, ami legjobban megérinti a darabból a rendezőt, illetve előadót. Előre ezt nem lehetett így látni. Tehát amikor én az első változatot azon a bizonyos őszön megírtam, utána elolvastam magam után, és azt mondtam, hogy hú, ez így nem lesz jó. Ez így nem lesz jó, mert nagyon komor. Aztán elkezdtem gondolkodni azon, hogy mit lehet ezzel csinálni. Változtatni az alaphelyzeteken nem lehet, mert a történetünk ilyen komor sajnos. Aki belegondol az elmúlt 100 év felvidéki magyar történetében, az így van, ha azon bármit megpróbálok csúsztatni, az történelmi hamisítás, azt nem szabad megcsinálni. Két dolgot próbáltam meg, az egyik az, hogy a szöveget próbáltam lazítani, a szöveget próbáltam érdekesebbé tenni, a párt, tehát a férfi és a nő játékát próbáltam plastikusabbá tenni, beletenni azokba a hétköznapokba, illetőleg egy-két helyen még néhány viccet is elkövettem. Néhány viccet is megpróbáltam elkövetni, de néhány humoros rész is van benne, hogy oldja az egészet. A másik pedig, Imre már említette, hogy milyen technikai eszközökkel éltünk, tehát én rövid képeket írtam, egy kép az 5-6-7 perc, tehát én úgy gondolom, hogy a mostani színház nem biztos, hogy jól teszi,
hogyha ragaszkodik a klasszikus színházi formákhoz, tehát a klasszikus színházi felvonások, klasszikus színházi képek, mert fölgyorsult a világunk. Én magam is azon veszem magam észre, hogy ülök egy egyébként tisztességes színházi előadáson, és ha túl hosszú egy kép, túl hosszú egy felvonás, akkor már unatkozom. És ez valószínűleg a videoklippeknek, meg a, ennek a modern világnak a hozadéka, amiben élünk. Ha megnézik, ugye akkor 20 másodpercre bele kell férni egy reklámnak, 40 másodpercre bele kell férni a hírekben is, egy hírnek, és így megy pergően tovább, mert egyébként az embereket nem tudjuk lekötni. Tehát itt is egy kép az 5-6 percig tart, és közte pedig megpróbáltunk egy kicsit oldani is a hangulatot, megpróbáltuk a zenéket betenni, a zenék nagy részét én javasoltam, de Imrék is tettek bele saját zenéket, illetőleg vetítünk. A vetítés főleg azért van, hogy a fiatalok jobban megértsék a történelmi kontextust, tehát az, amit a szöveg nem mond el, vagy nem mondhat el, azt megpróbáljuk vetítéssel valamilyen módon, meg a zenével hozzátenni. Tehát így válik az egész talán pergővé és érthetőbbé, és hát végül is ugye azt kérdezted, hogy a hatás milyen. Amikor Pozsonyban volt a befontató előadás, akkor hát, és nem csak akkor, néhányszor én is előadás közben elérzékenyültem. Az egy ilyen kamarateremben volt, és az Imréik 3 méterre tőlünk játszották, vannak itt néhányan, akik talán emlékeznek rá. És azért a Boráros Petrics házaspárt se láttam én sokszor a színpadon úgy, hogy közben teli volt a szemük könnyel, és majdnem elsírták magukat, mert azért a Boráros is, meg a Petrics Anni is valahol meglátták magukat is benne, meg a talán saját családjukat, egyéb összefüggéseket, meg egyáltalán aki sors közösséget érez a felvidéki magyarsággal, az valahol ezekben a történetekben talán otthonra lel. Úgyhogy ez nekem egy külön élmény volt, ezt én eddig nem tapasztaltam a színházban. Köszönöm szépen. Annyit szeretném még hozzátenni, hogy Csánki úr mondja, hogy rövidek a képek, valóban rövidek a képek, de ennek ellenére egy-egy jelenetben az, ami fontos, amit megéltek az Kis Máriám, a tegyvár! Ó, hát ez működik, fantasztikus. Hogy az ember azt megéli, mert nem átéli, hanem megéli. Úgy érzem, hogy megéljük a színpadon azt, amit csinálunk, hogy ilyenkor nem csak a gondolatnak, a mondatnak, de még a szünetnek is van ereje. Tehát olyan, hogy az ember érzi, a közönséggel le tudja mérni, még a csendben is, a visszajelzést, hogy mennyit engedhet meg magának. És az, hogy a zenével hogy indítjuk, ugye hát Monarchiával indítjuk, a Radetzky Marssal indítjuk, és az egész sok-sok kép, nem akarom mostan felolvasni, elmesélni az egészet, hogy mi minden zenei vetítések vannak. A vége pedig a bársonyos forradalommal végződik a vetítés. Havel elnök a téren mondja a díszbeszédét, fantasztikus valami tömeg. És ugye az az a pillanat, amikor úgy éreztük, és mindenki úgy érezte, hogy eljött végre az, amikor szabadok vagyunk, sok minden megváltozik. Azt, amit ígértek nekünk idáig, az majd mind beteljesül. És tudom, hogy nekem is volt szerencsém Pozsonyban a téren, ahol a magyar küldöttség ott volt, és nem tudom, hogy mit mondott most már a Deutsch Tomás, vagy kicsoda, micsoda, hogy az egész őrült 300 000-es tömeg magyarul üvöltötte, hogy köszönjük, vagy igen. Valami ilyesmi volt, ugye? Hát ez megható valami. És hogy a napjainkban, ha az ember bekapcsolja a tévét, televíziót, ugyanazt látja, hallja, újságot, és ehhez szeretném ezt a rövid írást felolvasni. Ahogy mondottam volt, hogy keleten volt szerencsém Nagykaposon előadást tartani a diákoknak, és ott kaptam ezt a könyvet, aminek a hátlapján volt írva, ami jó pár évvel ezelőtt történt, és akkor is aktuális volt, most úgy érzem, hogy még mindig aktuális, és mindig ereje van, és végül is ezért kell kiállni nekünk is küzdeni, mert erről van szó, ami így hangzik. Emberként, magyarként, más népeket tisztelvén, nyelvünket nem hagyjuk, iskoláinkat megvédjük, templomainkat megtartjuk, hitünket megőrizzük, apáink földjét nem adjuk. Jogainkból nem engedünk,
életünkről, sorsunkról, az ősi földről rendelkezni mi akarunk. Csak így lehet szülőföldünk az otthonunk, csak így lehet szülőföldünk, felvidékünk, a mi hazánk. Lehet mondani, hogy ez az előadás üzenete, avagy máshogy feltéve a kérdést, mi a hit és hűség üzenete a felvidéki magyarság felé, és egy alkérdés azon belül a felvidéki fiatalok felé. Bizonyára, ha valaki lát egy színpadi előadást, vagy ha lát egy, vagy elolvas egy könyvet, mindenkit másképpen érint meg. Tehát én nem veszem magamnak azt a bátorságot, hogy elmondjam, hogy a tisztelt nézők mindegyikének mit kellene éreznie, vagy milyen gondolat sorra kellene ébrednie a darab látta, vagy a könyv olvasta alapján. De azért valószínűleg benne van két dolog. Az egyik az, hogy ez a múltunk, és ezt nem igazán tanítják a történelem könyvekben sem így. Mert van egy magyar történelem, amelyik szétágazott 1920 után, ugye? Van egy csehszlovák történelem, amelynek a nagy része történelem hamisítás, és van egy szlovák történelem, amelynek a része, amelynek nagyobb része történelem hamisítás. És ott mi marginálisan szerepelünk, illetőleg néha negatív vonatkozásban szerepelünk, és én azért is írom ezeket a könyveimet ilyen konok elhatározással vagy elszántsággal sorba-sorba, hogy nekünk egyszerűen meg kell fogalmaznunk magunkat. A mi igazságunk csak a mi igazságunk, és ezt nem fogalmazza meg helyettünk más. Tehát én nem hiszek abban, hogy az irodalom az lenne csupán, hogy én nem tudom, a nyelv bizonyos részeivel való öncélú játszadozás, illetőleg csupán csak esztétikai értékek felmutatása, vagy vélt értékek felmutatása. Úgy gondolom, hogy ott valami többnek kell lenni egy regény, egy novella mögött is, és egy színházi előadás mögött is talán. És önmagában az a tény, hogy azért egy év alatt, 12 hónap alatt 25 előadás megvalósult, azt hiszem, hogy nem igazán van a szlovákiai-magyar színház történetben, és olyan meg aztán pláne nincs, hogy a saját dolgainkról ilyen frekvenciával tudjunk nyilatkozni, ilyen frekvenciával tudjunk a színpad és a nézőtér között kommunikálni. Tehát ez számomra megtisztelő, én nagyon szeretném, hogyha ez az egész sorozat még egy darabig folytatódna, aztán persze az Imrék majd fognak játszani mást is. Amikor másodszor találkoztunk, amikor 2013 őszén megkérdezte, hogy megvan-e már a darab, amikor még semmi nem volt, akkor a Komáromba, Klapka sörözőbe, étterembe ültünk, és volt egy nagy élményem megint csak, akkor mind a ketten, az Anna is, meg az Imre is kitörő formában voltak, és valahogy azért jöttek sörözni, hogy meggyőzzenek engem, hogy azért tényleg ezt komolyan gondolják, az én 3 hónapos sztrájkom után, és nem tudom, mennyire emlékeztek ki, azt úgy kellett azt a beszélgetést elvágni, mert nekem tovább kellett mennem. Én söröztem, ők nem egyébként, hanem valami ásványvizet ittak, de 50 percig sztoriztak arról, hogy mi mindent éltek át a színpadon, mert néhány kérdést föltettem, és ők pedig ugye a néhány kérdésre 50 percig válaszoltak, de dőlt belőlük. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Doráros Petrécs kettősnek lehetne írni majd egy ilyen jutalomjátékot az elkövetkezendőkben. Mi a felvidéki magyar színészek, művészek, megint csak mi mindenen mentünk keresztül, és mennyi mindent adtunk az embereknek. Tehát én azt hiszem, hogy meg kell becsülnünk az értékeinket is, meg kell becsülnünk a történelmünket is, de meg kell becsülnünk azokat az intézményeket is, és az embereket is, akik azért a vállunkon vitték évtizedeken keresztül ezt az egész történetet. Hát annyit szeretnék még hozzátenni, hogy nagyon jó dolog, egy Isten áldotta,
időszak, amikor az ember úgy érzi, hogy az angyal ott van mellette, fölötte, és egy próba folyamatban jönnek az ötletek, és képes előre haladni, és én úgy érzem, hogy a mi életünkben, a párommal együtt az ötletért soha nem kellett a szomszédba menni. Bármit csináltunk, soha nem kellett nekem valakitől elcsaklizni, mert annak jobb ötlete van. Egy valami témán elindul az ember olyan, mint a viccmesélésnél, hogy valaki mond egy sztorit, és arról eszembe jött nekem öt vicc. Hát ilyenkor vannak ellendrukkerek is, akik azt mondják, hogy jaj, mert ezt másképp kéne, meg úgy kéne, erre egy sztorit. Nagyon kedves és mélyen és nagyra tisztelt rendező és színész barátom Iglódi Istvánnal dolgoztam Komáromban, már az égi büfében ül és vár ránk. És egy ilyen próba folyamat alatt leülök, és akkor ugye elmondja a rendező, hogy mi az, ami nem így kellene valami, és akkor valaki fölállt, és azt mondta, hogy nagyon szép minden, de mi lenne a rendező, ha azt csinálnánk, és ott lenne, nem tud minden, azt mondja, köszönöm szépen, fantasztikus, nagyon jók az ötletek, de ha te fogod rendezni, akkor. Majd ha te írsz magadnak egy darabot, megrendezed, eljátszod. Akkor igen, köszönöm, nagyon kedves, de ennek van egy koncepciója. És úgy hiszem, hogy ez a koncepció, ez a belső valami, amit én csak egyszerűen egy földi szolgálatnak tudok nevezni, úgy érzem, hogy igenis, a jövőben is sok-sok terv van még, amit meg kellene valósítani, meg az ember még itt ér, itt van és itt ér, ez is még erről eszembe jutott valami, az előbb akartam mondani, milyen érdekes, hogy Einsteinnek volt az a mondása, hogy kétféle népcsoportot ismer. Az egyik népcsoport az, aki észreveszi a csodákat, és a másik népcsoport az, aki elmegy nap mint nap minden csoda mellett. És én úgy érzem, hogy én szerencsés vagyok. Nagyon szerencsés vagyok, hála jó Istennek, a főnöknek naponta többször köszönetet mondok, hogy észreveszem azt a csodát, hogy észreveszem azt, hogy ebben van valami olyan, amiért érdemes megküzdeni. Csoda az, hogy a korom ellenére még itt vagyok. Csoda az, hogy egészséges vagyok. Csoda az, hogy itt ülhetek önökkel. Csoda az, hogy két szép unokám van. Csoda az, hogy a párom még bírja mellettem. Hát miket még ennél több? Hát ennél mondom, hát ez a csodák csodája. És nem tudom, hogy szabad vagy mondjam. Nekem van még itt egy, amit úgy hiszem, hogy a Vincenti előadás végén szoktam elmondani, amit úgy érzem, hogy ez valóban rólunk szól, mert sokszor, amikor nem úgy történnek a dolgok, az ember, még a nem hívő ember is azt mondja, hogy Isten segíts, vagy segíts ezen a mit tudom, egy micsodán valamin, hogy jobbra forduljon. És a következő, amit én úgy érzek, hogy ez a Mincenti világában és a Mincenti gondolatvilágában is benne volt, ezért választottam ezt, ami így hangzik, hogy seregek ura, őrizd meg a népet, amelyből vétettem, óvjad meg hazánkat. Szent István által boldogasszony anyánk oltalmába ajánlott Magyarországot, Erdélyt, Délvidéket, Kárpátalját, Felvidéket. A Szent Korona erejével sokszoroz meg akaratunkat, a bal sorsból menekíts ki, és vezérej jobb sorsra minket. Amen.